Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok, egy pici műsorváltozással, ugyanis úgy volt, hogy ma a Tell Me Why-jal fogunk játszani, csak hát úgy alakult, hogy nem a Tell Me Why-jal játszunk, hanem helyette befejezzük a The Vanishing of Ethan Carter című játékot, ami nagyon furán működik. Na mindegy, a lényeg, hogy ezzel fogunk ma játszani, és ha minden igaz, akkor be is fejezzük. Elvileg már nincs sok belőle hátra, bár ez nagyban múlik azon, hogy én hogyan haladok. Úgyhogy hát meglátjuk. Szerintem ma be fogjuk tudni fejezni. Jó. Na, közben Serit Adri, köszönöm a 100-ast. Nevermind, hello. Sziasztok, szép estét kívánok. Szerintem kezdjünk is bele. Pontosabban folytassuk, és mindjárt jó lesz. Igen, most már elvileg jó. Igen. Szóval elvileg itt hagytuk abba, de akkor iszok is egy kortyot, egészségetekre. Szóval elvileg itt hagytuk abba, hogy földerítettük ezt a... hát... ezt a részt, ezt a szituációt, ami itt történt, illetve hogy itt a holttest, az miért is van itt. Szóval ezt most már elvileg tudjuk. Csak ilyen... recall. Giving him to the sleeper forever. You know he's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, my eye! Tehát a gyereket akarták befalazni. Chad, let me see it. Get the hell away from me. Should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him. He's your brother. Get off of him. Igen, szóval így került oda. Bocs is rácok, csak ez a elvány kezd egy kicsit önálló életre kelni. Oké. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Oké, tehát így került ide Chad. Azt hiszem vennem kell egy új állványt. Így magától lemegy. Na jó. Abba hagyom a panaszkodást, és akkor koncentrálok a játékra. Jó, tehát akkor itt is vagyunk. Nevermind, amúgy eddig is volt a streamnek nem full HD felbontása, csak nem minden esetben. Ez a nem partnereknél elvileg úgy van, hogy ha van kapacitása a Twitchnek, tehát ha van annyi erőforrása, akkor downsample, de hát tehát kisebb felbontásba is kiküldi. És akkor lehet választani, viszont hogyha ha terhetek a szerverek, akkor a nem partnereknek csak full HD. Vagy amiben küldi. Tehát akkor nem csinálja ezt a resampling dolgot. Na. Azt lenne jó tudni, hogy hol is vagyunk.
meg mit is kéne csinálni, meg hova is kéne menni. Most próbálom összeszedni a gondolataimat. Picit hirtelen jött ez a műsorváltozás dolog. Ez mi? Ja, semmi. Minecraft time. Ásnunk kéne, vagy... Oké, hát itt nem nagyon van semmi. Ugye, tehát itt volt... Igen, itt volt a lámpás. Erre szerintem semmi. Egyéb nincs. Igen, valami bányát emlegettek, oda kéne eljutnunk. Csak... Azt nem tudom, hol van. Na mindegy, elindulunk valamerre, aztán... Hát ha... Kiukadunk, más nem, akkor körülnézünk. Nem tudom, van-e értelme bemenni ilyen random rétegre, bár ugye ott korábban is volt valami, hogy elvittek az UFO-k. Hát ilyen ez, bemész egy rétre, és elvisznek az UFO-k. Na jó, hát itt mondjuk pont nincs semmi. Ja. Jó, akkor megyünk tovább. Kicsit bővítettem a boton, ahogy látjátok. Nem azt mondom, hogy atom biztosan működik. Mert... kb. Egy stream előtt bővítettem ki ilyen 3 perc alatt. You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet. Headed for some bright blade of memory they'll never reach. Látok már egy kicsit. Mert én állítottam ezen. Tehát itt a voice volume, annyira halk a beszéd. Én most kicsit húztam még rajta, hát majd meglátjuk. Nevermind tesztel. Nem is tudom, hogy írja nekem itt a hibákat. Gondolom. Mindig írja, hogyha ilyen nem ismert parancs van. Dob egy exception-t. Ó. Oh. Hát ez mi? De jó, bejönk egy ilyen sötét barlangba, annyira örülök neki. Az igen. Bejövünk ide a családi kriptába? Itt egy kapu. Zárva van. Sörön kívül nincs új sörparancson kívül most. GitHubon még nincs fent. Mondom, most csak gyorsan 5 perc alatt húztam össze. A Git meg nincs itt Windows-on bedrótozva. Linuxra meg nem volt időm átmenni.
Hát mi baj lehet? Ez amúgy egy bányának tűnik határozottan. Elvileg ide jöttünk. Hát igen, Sherry Todd, de az milyen dolog már. Nem copy-paste-elünk GitHub-on. Rendesen commitolunk, üzenetet hagyunk, minden. Igen, ez határozottan egy bánya. Akkor ezek szerint ide jöttünk. Ebben nem vagyok biztos, hogy erre kellett volna jönni. Lehet, hogy ott a kapunk kellett volna. GitHub desktop. Azt én nem tudom, hogy az jó-e. Sose próbáltam, sose használtam. Biztos az is tök jól működik, miért nem működne tök jól. Meg ugye idékből is lehet commitolni, tehát be lehet ott is állítani, bár én nekem őszintén szólva a parancsor az, ami a legtisztább, legegyértelműbb. De kinek mi? Nem mondom, hogy egyik jobb vagy már, mint a másik. Oké. Na itt utat kéne találnunk. Up. Oh. Hát igen. Jó, akkor ezt is fel kell derítenünk, hogy itt mi történt. Hát igen, ez vízbe fulladt. Kérdés, hogy előtte halt meg, vagy amiatt halt meg. Igen, itt az ár is kicsit meg van piszkálva. Jó, hát akkor... down, up. Hát hova up? És tudod, be tudnánk ugrani? Ugranánk be. Na. És akkor ez fölment oda. Körbenézünk. Okvetlenül. Itt van egy kis vonat. Aha. Ebbe is be lehet szállni, mindjárt körbenézünk. Na, hát nem látni semmi különöset. Erre semmi. Már így elsőre. Na nézzük. Ah, működik. Lehet menni előre, meg hátra. Jajaja. Itt a szenzi, ez megváltozik. Jó, most eljöttünk hátra. Nem tudom minek. Na mindig leállítjuk, és akkor meg... megnézzük, hogy... volt-e alatta valami. Hát... Jó, hát ezen a kőomláson gondolom nem lehet átjönni vele. Ez egy nagyon hosszú alagút, most még ezen nem indulunk el. Itt tényleg körbe kéne nézni. Erről jöttünk. Igen, erről jöttünk.
Hát nem tudom, ide be tudunk ugrani? Nem tudunk beugrani. Nem enged a játék. Akkor lehívjuk a liftet. Jó, hát én itt más nem látok. Esetleg, hát... Lendületből menjünk át rajta. Nem fogok segíteni. Ja. Szerintem nem megy át rajta. Én kérek elnézést. Igen, ez már a jövő heti menetrendje, jaj. Holnap nem lesz stream. Holnap megyek Londonba, és nem tudom, hogy mikor érek haza. Ennyi. Na várjatok, itt kiszállunk. Sötét van. De várjál. Csak a vonatból lehet inspektelni? Szia, programozó stream lesz mostanában? Hát, úgy tervben nincsen a közeljövőben. Vannak gondolataim, hogy egy-két dolgot kellene csinálni. De nem valószínű. Hogy a közeljövőben lesz. Itt rohadt sötét van. De az előbb kiírta valamit, hogy inspect. Jár a motorra nem tudok leszállni, szerintem nem. Bekapcsolom. Ja de. Miért gondoltam, hogy nem tudok? Bocs, le tudok. Igen, mert így világít, és akkor látunk. Na, itt mi van? Ó, egy csákány. Benne itt ebbe a... Hát, ilyen valami villany. Doboz, akármi. Nincs mit kell, köszi az érdeklődést. Hát hiányoznak a programozó streamek, de... Hát így alakult. Jó, hát akkor menjünk tovább. Éppen lassan megyünk. Mondjuk ott lehet, hogy azért volt olyan rohadt sötét, mert hogy beleállították a csákányt abba a elosztó dobozba. Vagy hát valami árammal kapcsolatos dobozba, maradjunk annyiba. Hát itt lejövök erre. Leértünk. Majd egy szertli. Szóval, hogyha ez a figyelmeztetés él, akkor ne menj tovább, mert a szertartásunk nem működött. Failed. The ceasing gate remains sealed. Oké. Hát tegyük vissza. Szóval, hogy ne menjünk tovább.
Oké, itt egy map. Nem tudsz itatni. Hát pedig a hidratálás az aktív. Most a játékkérést kapcsoltam ki egy kicsit. Itt rohadt sötét van. Mi a fene? Puzzle szagot érzek. Eljövök erre, nem tudom miért. Szevasz. Ezt most már felderítjük, hogy mi. Nem tudom, mi ez. Oké, most megkerültük ezt a nagy részt. Oh. Hát nem vagy jó bőrbe, haver. Követjük a nyomot. És visszaviszod, ahol a... He's not dead, but eternal lie. Tehát nem halott, csak örökre fekszik. A furcsa korok istenei nem tudnak meghalni. Vagy az idegen korok. Strange. Kinyitjuk a kaput, az a régiek kapuját. Őrző szemei rég kihűltek. Oké. Hát, ha azt mondom, hogy minden egyes szavát értettem, akkor hazudnék. De nem baj, menjünk tovább, hamarosan összeáll a dolog. Szerintem. Micsoda az ott? Magic Butthole. Oh. Hello. Várnak a buszra. Sense.
Hello Mobile. Igen, jött velem ő is. Hát, igen, ennek nem csak az az oka, hogy kocka vagyok, hanem vannak ennek anyagi okai is. De igen. Na, ez egy jó kis puzzle, ahogy látom. Kellene pár hint. Ah, most vettél Steam Deck-et? Na, az komoly. Az nagyon komoly. Láttam valamelyik nap a vonaton egy fickót nyomta a Steam Deck-kel. Az komoly cucc nagyon. Az nagyon menő. Nézem ezeket a jeleket. Azt mondja, hogy a háromszög. Hát ott egy eurójel van benne. Nagyon vegyesen vannak. Ha lesz olyan switch, amin fut a Steam. Hát igen. Ez egy jó hasonlat, jaj. Hát mindegy, próbálgatom egy kicsit ezeket a jeleket. Mondjuk ott, hát lehet, hogy az kéne, hogy amin az emberek állnak. Na várjatok csak, azt mondja, hogy van ilyen négyzet, az egy Z betű-szerű valami. Ez a lada jel. Na várjatok. Hát ez ilyen Z betű. Ez. Ez pedig egy háromszög és egy ilyen... Hát nem tudom. Ilyen furcsa csiga. Azt mondja, hogy háromszög. Ez lesz. Na várjatok. Most miért ez a két fickó van itt? Ez a kérdés. És miért két fickó van itt? Esetleg van több is? Mert ha van több, akkor azokat meg kéne keresni, mert lehet, hogy azok is ráállnak, mert ugye kettőz mentünk oda, két ilyen fickót inspekteltünk. Lehet, hogy akkor föl kéne még deríteni, hogy van-e még esetleg holttest. Lenne ilyen rohadt sötét. Igen, és el is tűnt, ugye? Mondom, fölment oda. Kiégett levélen is ezek voltak. Aha. Hát igen, a szimbólum megvan, csak az alakzatot nem tudjuk. Jaj. Hát akkor még keresünk. BM. Hát igen, olyasmi. Csak ne fussunk össze azzal az ijesztős fickóval. Hát most eljünk erre. Itt van még egy. Emellett nincsen szertli. Akkor fölküldjük ezt is. X a hullát jelöli.
Most az még a kérdés, hogyha esetleg megtalál ez a lámpás fickó, és megint meghalunk, akkor újra kell mind a hármat fölküldeni, vagy... Akit már fölküldtünk, azt már nem kell. Aha. Ott volt a map, mindjárt oda megyünk. Nem, az is hulla. Igen, ez is hulla. Jó, hirtelen nem tudtam, olyan magasan volt, hogy ez most él vagy nem. Vagy már mint hogy... Tehát, hogy meg akar-e minket támadni, vagy nem. Ott van. Eljövünk mögötte. Lehet, hogy ez így megy körbe-körbe. Ja, így random eltűnik, feltűnik. Oké, na most hol vagyunk? Ó! Legjobb körbe jártuk. Jó lett volna amúgy megszámolni azt, hogy hány hulla kell föntre. Tehát hány olyan kör van. Csak már jó lenne tudni, hogy végeztünk-e már, vagy még rohangáljunk. Mindegy, hát olyan sok már nem kellhet. Első meg utolsó gondolom nem kell. Aha. Miből gondolod? Most öntünk egy kört. Ja igen, ezt jártuk itt körbe, ezt a déli részt. Hát, esetleg eljöttünk erre csak itt óvatosan, mert... Kéged Szetlin az első meg az utolsó rajta volt. Aha. Én nem erre akartam jönni. A Seasing neve. Aha. Nem erre. Mindjárt meg lesz, hogy merre akarok menni. Talán erre. Az a baj, hogy irányokat nem tudom, hogy... De erre már voltunk, ez rémlik. Szerintem erre is. Igen, szerintem erre tudunk visszamenni. Ja nem. Igen, itt elszaladtunk hátul. Akkor megint elszaladunk hátul. A Senuában legalább a pajzsokon más volt a minta. Hát igen. Hú, annak is jön majd a folytatása. Még nem mostanában. De lesz annak is. Itt hátul elszaladunk. Ja,
Hát itt akkor nincs hulla. Jó. Hát igen, ott hátul elszaladtunk. Oda középre kéne bemenni. Mert akkor így sincs. Hát... még eljöhetünk, de... nem, itt is voltunk, fölösleges. Úgyhogy akkor szerintem eljünk erre. Az ott jöttünk be. Igen. Ja. Igen. Igen, itt jöttünk be, jaj. Hát igen, egy bányában azért nehéz az irányt megtalálni, hogy mi milyen irányba van. Meg könnyű háromszor egymás után ugyanabba az irányba elindulni azzal a meggyőződéssel, hogy ott még nem voltunk. Az is simán elképzelhető, hogy már mindenkit megtaláltunk. Lehet, hogy fölmegyek. Szerintem fölmegyek. Meg mostanában nem láttam a lámpás fickót. Ami gyanús. És itt vannak. Oké. Na akkor... az a kettő már megvan. Akkor nézzük, van itt egy kör egy Z betűvel. Oké. Van egy négyzet, hát élire állított. Négyzet ez eurójellel. Igen. Ez volt az. Oké. Illetve van egy ilyen csillag. Hát ez is ilyen fura E betű. Ez lenne? Szerintem ez. Nem. Ez. Ja. Jó, akkor ez megvan, megvan. Kör megvan. És ezek is megvannak. Akkor csak ez hiányzik. Hát... B vagy M? Hát nem M. És nem B. Hát akkor csak meg kéne találnunk még azt az utolsót. Utolsónak M. A csillagos nem jó. Várjál. Hát ez nekem onnak tűnik. De persze... lehet, hogy nem. Mindjárt megnézzük. Oké, és nem. Ez se. Nem. Ah, lehet, hogy ez. Hát igen, inkább az. Ja. Mindegy, akkor double check a többire is. Oké, ez egy kör, egy Z betű.
Ez is Z betű a téglalappal. Ez pedig a háromszög ezzel a fura csigával. Jó, hát... Akkor csak ez, ami még kérdéses. Hát itt most megpróbálom az M-et belőni. Hát... Nem. Vagy igen? Valami történik. Vagy eddig is ez történt volna, csak... rossz helyen álltam? Ja. Akkor megkeressük az utolsót. Igen, valószínű kell a szellem is. Hát akkor kovályogjunk egy kicsit. Hát ha meg lesz. Vagy lehet, hogy az a lámpás kéne, aki megölt? Shit. Hát ezzel nem nagyon tudok mit csinálni. Most legalább akkor kiderül, hogy előről kell kezdeni. Azt hittem, hogy ha háttal van, nem vesz észre. Ja, hamar. Hát igen, olyan, mintha egy bútorboltba kéne kóvályogni. Semmi. Eljünk erre. De szerintem itt se lesz semmi. Hát másodjára már annyira nem ijesztő. Elsőre még az volt. De az biztos, hogy jó, hogy nem vagyunk szívbajosak. Létezik, hogy az az utolsó szellem, ami kéne még oda? De ez hogy szedjem le? Tanácstalan vagyok. Mindig megkeressük, hát ha valahol ott hagytunk még egyet. Nem kizárt. Ugye itt lehet fölmenni, mondjuk azon a végén nem tudom, hogy voltunk-e.
voltunk, hanem itt nincsen holttest. Nem olyan nagy ez a terület egyébként, tehát lehet, hogy már mindent körbejártam háromszor. Megint van. Nem tudom, akkor valamit tudunk vele csinálni. Nézem a helyét. Nem, itt semmi nincs. De akkor hogy kéne, mögé kéne kerülni, vagy... Nem tudom. Megpróbálunk úgy, hogy kicsit mászkálunk. Hát, ha megtaláljuk az utolsó hullát, aztán hogyha nem, akkor megpróbáljuk valahogy, nem tudom, lejutni. Megkérni, hogy menjen föl. Gondolom nem rakták valamilyen ideális helyre az utolsót. Itt is voltunk, ott hátul is elmentünk. Elmentünk itt elől is. Hát esetleg még ott a déli részen megpróbáljuk, de... Lehet, hogy ez lesz az utolsó, aki itt mászkál. Az utolsó szellem. Hol van? Oh. Shit. Na, szerintem ez lesz. Tehát vele kéne valamit csinálni. Csak nem tudom mit. Itt sincs semmi, csak rohadt sötét. Szóval gondolkodok most, hogy van-e valami ilyen minta, ami alapján megjelenik. Tehát, hogy miért jelenik meg. Hogy ilyen idő telik el, vagy valamit én csinálok. Itt erre meg másik test nem volt. Ez az egy volt itt. Erre sehol nincs. Nem rémlik, hogy kellett volna bántani. Aha. Hát itt nincs. Akkor... Hát nem tudom. Most gondolkodok, hogy... Akkor tényleg nem találtuk meg. Lehet. Nem lehetett leokézni. Hát... Nem lehetett semmit nyomni a exiten kívül, de felszadok, megnézzük.
Nem. És mi B volt, de M volt, ugye? Az a baj, hogy semmit nem lehet csinálni. Hát kicserélhetem, de... De most ezt így betippeltük, vagy mi? Mindkettő háromszög mondjuk az igaz. Na de jó, most így folyik be a víz. És én mit csináljak? Ez micsoda? Japán felnőtt film forgatás. Nem tudom, valamit csinálnom kéne. Tengerizé átka. Na az a vasérc bányászok végre megtalálták. Tehát akkor a bányászok. Tehát valamilyen ilyen szertartást akartak. Amivel megidézik ezt a szíj tengerizét. Viszont az egyik bányász rájött, hogy ez valamilyen áradást okozna. Így nem volt más választása, mint hogy leszúrja a többieket. Hát valószínűleg ezt láttuk. Cserébe ez a Gnai megátkozta a bányászt, aki ott kóvályog, akkor ez az a bányász, aki ott jött-ment. És arra van kárhoztatva, hogy megakadályozza a szívszing és a, tehát a tengerizé és az áradást a világon. Mi meg előidéztük. Semmi gond. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Ki az a Dél? Na jó, akkor ezt is itt felderítettük. Ez a igen, Curse of the Sea Thing. Igen, ez a US szabadalmi hivatal. Beadott valami szabadalmi kérvényt, de visszautasították. Egy korábban elfogadott, tehát már egy létező szabadalom miatt. Több mint 4 tucat kérvény van már. Az elmúlt 16 hónapból. Ha. Egyik sem volt sikeres. Aha, és ők már lezártnak tekintik ezeket a ügyeket. Hm.
Igen, ezt megkérték finoman Dale-t, hogy vigyék el a szarait a pincéből. Oké. Jó, hát ide is bejöttünk. Menjünk tovább. Mondjuk azt a nőt még mindig nem tudjuk, hogy miért halt meg. Álljunk csak! Ez ott egy füstkapu volt? Valami olyasmi. Ó, igen. Ez itt valami forró víz. Furcsa, hogy ebbe bele lehet menni. Jaja, jó kis termálvíz. Jót tesz a reumámnak. Oké. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Oh. Oh. Ja, igen, most itt lent vagyunk. Hát lejöttünk. Igen, ott jöttünk át a gáton, és voltunk abban az épületben is. Hát nézzünk szét. Oké. Itt is van egy nagy épület. Zárva. Zárva? Igen, zárva. Jó. Hát akkor... Másik irány. Újabb lepukkant épület. Na nézzük, mi van itt. Aha. Igen, tehát ez valószínű egy ilyen... Ilyen... tűzoltó balta. Vajon hol lehet? Max hatás. Igen. De hol... Hova kéne néznem? Ó. Oh. Mondjuk ide. Hm? Oké, és tehát itt van valami szőnyeg, ott egy asztal. Ott meg egy holttest. Valószínű közel lehet a baltához. Na mindegy, menjünk be az épületbe, és akkor nézzünk szét.
Az ajtó. Hát eléggé le van rúgva. Tehát valaki ide vagy bejött. Hát szerintem bejött, vagy nagyon ki akart menni. Itt is lehet a baltának valami... valami szerepe. Ú, és itt is vagyunk. Igen, ez egy holttest. Ceruzatartó. Valamit elvittek. De vajon mit? Mit vihettek el? Egy ollót. Hát ez már valahol kint van. Ez egy lift. Vagy hát egy ilyen felvonó. Ha. Jó, tehát kint van egy felvonó. Ez egy balta, eltesszük. Sarokba szorították. Nyakon szúrták. Nincs semmi más, semmi dulakodás. Hát nem sok mindent látunk az esetből. Ja, na hát keressünk nyomokat akkor. Valószínű az ollóval szúrták nyakon, a baltával meg ide bejöttek. Érdekes egyébként, hogy nincs dulakodásra utaló nyom. Jó, ezt már láttuk. Oké, és na hát akkor menjünk ki. És akkor keressük meg azt a felvonót. Hogy hol lehet. De nem lehet bejönni. Nem. De se lehet bejönni. Oké. Jó, hát gyaníthatóan nem erre kell jönni. Úgyhogy akkor ott volt egy ösvény fölfele. Megnézzük azt. Itt. Ó, igen. Ez határozottan annak tűnik, mintha ezt láttuk volna fölülről is. Úgy rémlik. Igen, igen, ezt láttuk fölülről. És itt is van. Aki is. Na, és akkor? Hát most menjünk fel. Nem is tudom, hogy fent. Fent mi van még? Mit kellett nekünk ott fent csinálni? Ott egy hely, amerre nem mentünk el. Na mindegy, menjünk fel. Más nem kinyitottuk ezt a shortcutot. Elég menőn néz ki. Jó, hát... Nem tudom, azzal a holttesttel mit kell kezdenünk. Ugye, amerre nem voltunk, ugye ott fönt voltunk, voltunk ebben a nagy épületbe, és arra egyenesen nem mentünk még el. Mert ugye ott is voltunk egy csomó helyen, erre még nem voltunk. Megnézzük, hogy erre mi van.
stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Pintyko filozofál itt közben. Megint van egy elágazás. Hát csak fölmegyünk. Mondjuk lehet, hogy Amarról el lehet ide jutni. Tehát a másik irányból. Ha ismerős lenne. Szerintem onnan föntről el lehet ide jutni. Na mindegy, most már menjünk akkor erre. Megnézzük. Na, ott megy lent az út. És az az út ide jön be. Ez a bányához vezetne. Igen, itt a bánya bejárata. Oké. Csak ugye ez nincs kulcsunk, ezért kellett a lyukon bemenni, csak mi megoldottuk. Oké. Hát... Ez eddig szuper, csak... Csak ugye merre tovább? Hát esetleg vissza tudok menni, mert ott a vonattal még lehetett tovább menni egyenesen, csak mi eljöttünk ugye a termál víz felé. Szóval akkor visszamegyünk. Hát de mondjuk akkor a bányához erre jobb lenne. Igen. Valószínűleg erre közelebb van. Murder puzzle-t. De ott... Nem volt más. Tehát megnézhetjük akkor Janet, hogy vele mi a helyzet. És esetleg akkor kör, megyünk még egy-két kört, hát ha találunk nyomokat. Scissort meg Axe nem raktam helyre. Hát elraktam zsebbe. De ha visszatesszük, akkor... Nem volt látomás, igen. Igen, azt hittem, hogy majd még később lesz valami plusz... nyom vagy ilyesmi. De akkor visszamegyünk a helyszínre. Régi idők loading screenje. A lift. Oldalt lehetett bemenni. Yeah.
Jó. Visszatettük a baltát, fejszét, és akkor most visszatesszük a tollat. Tollat, ollót. Na, hát ha... Oké. Okay. Na, azt mondja, hogy... Négy helyre megyünk. Három kiment. Egy meg itt lesz. Aha, valaki jött a baltával. Oké. Okay. Igen, hát itt gondolom nem akarta beengedni. Jó, nézzük meg a többit. Itt már volt valami. Már itt is volt valami. És itt az itt a... utolsó. Ah, itt meg akarta támadni. Igen, hát meg is támadta. De akkor ez ennyi? Még esetleg... bentebb is van? Szerintem nincs. Nincs. Most kijöttünk a hatókörből, és akkor elment a izé. Akkor újra. Bocsi. Hát igen, sorrend kéne, csak nem triggerelődött a dolog. Na most már jó. Hát gondolom ez az utolsó, nem? Ez az utolsó előtti. Nem meglepő módon. Akkor így megyünk visszafele. Gondolom. De mindjárt meglátjuk. Okay. Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay. He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone. An accident, again. Oh God, oh God. The sleeper chooses vessels. You know that to enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Igen. It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Érdekes.
Még van egy valami? Lehet, hogy így akkor a... az anyukának a halála is megoldódik? Nézzük már meg. Csak mert itt ugye mondták, hogy... hogy mi történt az anyu... hát a gyerekek anyjával. Ugye akit megtaláltunk ott a liftben. Csak ez most jó lenne tudni, hogy merre ment ez a... ez a akármi. Mondom, nem erre. Szerintem ment le a bányába. Ja. Mert valami történt az anyjukkal is, szerintem... hát mondom, megölték őt is. Nem. Ajtóhoz repült? Hát jó, de melyikhez? Ugye megnézzük. Ó. Lehet, ami zárva volt. Hát igen, mondjuk mi írta volna ki, hogy open. Megnézzük. Igen. Igen, abba az épületbe ment be. Na mindegy, ha már itt vagyunk, akkor körbenézünk itt is. Mindjárt kimegyünk az ajtón, csak megnézzük, hogy itt fönt van-e valami. Hát nincs. Hát igen, ez egy ilyen vízerőmű. Na. Kinyitjuk. És kinyitjuk. What? Ja jó, erre, oké. Okay. Fura volt valami. Igen, ez az ajtó volt nyitva. A látomásban meg a másik. Jó. És itt megint nem lesz semmi. Hát igen, ez a fura shortcut, azaz. Ez a fura itt ebbe a játékba, itt a pálya design néha olyan értelmetlen dolgokra akar rá, tehát értelmetlen helyekre visz, ahol nincs semmi.
Legalábbis gondolom, hogy nincs semmi, aztán lehet, hogy kiderül, hogy van. De. Jó, akkor ezt is megoldottuk, akkor szerintem most már mehetünk vissza vonathoz. És itt fogunk visszamenni a vonathoz. Gondolom. Hát szép táj, az biztos, hogy szép. Itt a termálvíz. Csak itt megyünk vissza. Jó termálfürdőbe elmennék, rég voltam már. Akkor mehetünk. Hát ha van hova menni, várjatok, mert lehet, hogy a végére értünk. Igen, a végére értünk. Jó, hát akkor... Akkor fölösleges volt ide visszajönni. Ja, ez a vége. Viszont akkor visszamegyünk. És akkor csak nem volt fölösleges, mert anyukának az esetét meg kéne oldani. Vagy hát visszamegyünk anyukához, hogy ott mi a helyzet. Debrecenben van termálvíz meg strand. Hát mondjuk, ha már oda mennék, akkor nyilván nem Debrecenbe mennék, tehát termálfürdőbe nem oda mennék. Tudom, ez szarul hangzik, de van a közelben egy ott a környékben egy viszonylag komolyabb... Most no offense persze, de... Mondjuk Hajdúszoboszlóra meg nem tudok repülni. Itten vagyunk. Na, itt tudunk-e valamit csinálni? Nem. Hát akkor ezt is fel kéne deríteni. Szóval boszló túlértékelt? Szerintem is. Tehát, nyilván egy nagyon jó fürdő, de... Az kétségtelen, hogy néha egy kicsit túl van hype-olva. Fura hangokat hallok. Na. Nem tudom, lehet, hogy valami tűzi játék van itt kint. Várjatok? Hát a fene se tudja. Na mindegy, nem tudom, hogy ti hallottátok-e. Fura zaj volt. Na, itt még azért kicsit tényleg körbenézünk. Ez micsoda? Ó, csákányok. És amelyik hiányzik, ide vissza tudjuk tenni. Akkor ezt is fel tudjuk deríteni. Ablak közelben ülök. Hát igen. Van itt egy ablak a közelben, az kétségtelen. Na, itt a fickó üzemelteti a liftet.
Ezt határozottan meg tudom állapítani. Itt jön a csákánnyal. Itt néz befele. Itt is néz a csákánnyal. Jó, és akkor most már a Chronology-t össze tudjuk állítani. Hát legyen ez az első. Ez tuti. Én nem tudom, mi történik. Néz. Hát ez mondjuk az utolsó előtti. Talán. Ez legyen az utolsó. Én nem tudom, mit néz. Most mondtam, hogy ez az utolsó előtti legyen. Ez legyen a harmadik. Na várjatok. Mint bejönnek. Nálam van a csákány. És nála a csákány. Akkor itt ide jön, leveszi a csákányt. Ott meg már szerintem megy el. Úgyhogy akkor legyen ez a hármas. Ez a négyes, ez pedig az utolsó. Na nézzük. Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. Nem jó. Akkor legyen ez a második, az meg a harmadik? Nézzük. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Ó, és nem fölfele küldt az asszonyt, hanem lefele. Oké. Jó, akkor ez a hármas. Ez a négyes, az meg az ötös. Na most nézzük, most már jó lesz. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Dale! Dale, what is this? I'm... Ah, és tönkretette a zárat, hogy ne tudjunk elmenekülni. És elküldte. Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... És megfulladt.
És még van valami. Where's mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now. Tehát akkor a gyereket is elküldte arra. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Okay. Most hát tudjuk, hogy a kisgyerek is elment arra a termálvíz fele. Valami fura, menjünk már még erre arra egyszer. Csak mert ott volt az a... Hol volt az, ahova beleállított a balta, vagy a fejszét? Az valahol itt volt. Igen, itt volt. Erre mi eljöttünk? Amúgy. Hát, szintén szóval mindegy, hogy eljöttünk-e, vagy nem olyan sötét van, hogy biztos nem erre kell jönni. Semmi nincs. És itt lesz majd megint a termálvizes rész. Igen. Ez persze lehet, hogy megint fölöslegesen jövünk erre, de... Hát csak körbenézek. Mondom a gyerek, hogy hova tűnt. Na akkor erre jött el. És ugye... De itt ugye nincs elágazás, tehát itt fixen kijutunk a gáthoz. Vagy hát a gátnak az aljához. Igen, ide. És hogy itt ölték meg az öreget. Vagy hát ölte meg magát az öreg, tulajdonképpen. Ugye erre semmi. Ugye itt volt az, hogy ugye a tesók beszéltek. De mit beszéltek, hogy hova mennek? Arra már nem emlékszem. Ami nagyon nagy hiba persze. Jól nézzek szét. Hát... Akkor körbe szaladunk. Ez nem megy. Valamiért ez nem megy. Ezt el lehet zárni. Csak ez megáll. És ez is le van lakatolva. Most mit csináltunk? Ez a kérdés. Menjünk fel.
Hát azt tudja, hogy ezt elzártuk. De ez most mit okozott? Itt bennem látni semmit, hát menjünk ki esetleg. Mit okozott a rezsicsökkentést? Jó, nézzünk ki. Hát a vízettől még folyni fog. Semmi nincs. Ha megint eltekerem, akkor meg kinyitjuk, gondolom. Igen. Na hát. De mi változik? Valami vagy kap áramot, vagy nem. Mert ugye ez a generátor valami áramot termel valahova. Hát igen, most jobban fröcsköl egy kicsit. Na akkor elzárjuk megint. És akkor lehet, hogy valami másik épületbe okoz valami változást. Igen, most nem annyira fröcsköl. Hát nem tudom. Te már látod? Nevermind. Akkor nem erre van. Nem, itt. Itt semmi nincs. Pontosabban ezt már megoldottuk. A víznél látszott. Oh. Tehát itt át lehet akkor most menni. Határozottan. Jó, hát akkor... akkor menjünk. És benézünk erre a rétre. Mondjuk amúgy is erre hoz a ösvény. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I come. Hm.
Úgy érzi, hogy Ethan közel van. Oké. Hát szép, na szép. Kétségtelen. Oké, menjünk. Ó, hát itt valami nagyon leégett. Hát ez teljesen porrá égett. Körbeszaladunk hát, ha valami van itt. Bár kétlem. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Ethan. I can't let you do that. Corvus. Ki ez a Corvus? Ó, ez megint egy puzzle. Puzzle. Hát lehet, hogy puzzle. Nem tudom, minek kéne kijönni amúgy. Ennek? Oké. Okay. Corvus, te vagy az? Békés. Há. Na. Ez a öreg fickó? Vagy ez a tesó? Próbálják elbarikádozni az ajtót? Aha. Grandpa. Jaja. Valaki itt valamit fel akar gyújtani. Most nem tudom, hogy itt ki akarnak menni. Ez tuti, hogy a vége. Tehát ez... Ez tuti. Nem tudom, hogy itt most ki akarnak menni. Nem értem. Vagy a gyereket akarta... Grandpa, csak itt áll. Á,
Hát legyen ez az első. Ez... hát... nem tudom. Indítsuk el, aztán kiderül. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me! Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Oh. I can squeeze through. Szevasz. Az igen, grandpa. Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Okay. Hát menjünk be. És itt van Ethan. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Ah, tehát akkor elkéstünk és már nincs itt. És itt a helyszínek, amiket bejártunk. Hát nem mindenhol voltunk. Igen. Tehát ez ilyen... hát, hogy mit sikerült megcsinálnunk. Ugye a Space Capsule-nél voltunk, ugye a Trapsense Course-nál szerintem ott nem. Ja, de ott is, hogy ne lettünk volna, ott kezdtünk. A The Witch Forest ott is voltunk, ugye ott volt az a... hát, boszorkány, igen. Ja. House of Portals. Ja, hát ott is voltunk, hogy ne, persze. Ott kellett megfejteni, hogy összerakni a házat. Ez a Ancient God. Ja, és itt is voltunk. Ja, jó, oké. Akkor jó. Akkor voltunk mindenhol. Ja, azért van áthúzva, gondolom. Christ, Ethan. You're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place.
Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma! He's in here! Honey, be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Ó, hogy a mi történetünket is ő írta meg. He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Ilyet nem szabad mondani. You're a fucking faggot. Travis, stop it. Az igen, gratulálok. Idióta. Uh-oh. I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Hát igen, a kisrác írta meg a mi sztorinkat is. Tehát ezt az egész történetet. Próbálták eloltani a tüzet. Jó kis játék volt, azt kell, hogy mondjam. Akkor azért volt ez a sok eszemen dolog, mármint olyan értelemben, hogy így nem tudtad hova tenni, hogy most ez az UFO hova megy, meg mit tudom én, hogy fú, micsoda nevek, csak nem lengyelek. Szóval, tehát nem nagyon tudtad hova tenni, hogy most elrabolnak az UFO-k, utána meg van ez a szekta, vagy micsoda. Uh,
Na mindegy, szóval akkor ezért volt, mert a kisrácnak a fantáziája volt ez tulajdonképpen, amit így összeírt egy sztoriba. Hát, amúgy jó kis játék volt, azt kell, hogy mondjam, tényleg olyan jó kis mechanika volt ez a nyomozgatás, meg összeállítani a sorrendet, meg ilyesmi. Nyilván nem egy nagy játék, már olyan értelemben, hogy nem nagy, hogy órára se, meg úgy területre se. De azért ahhoz képest egy kis indie game, azért elég komoly volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát... F10. Hát igen, így alakult. Szegény Ethan. Na mindegy, szóval egy jó kis játék. Szia Vihark, mit szoktam programozni? Hát mostanában ilyen neuroimaging szoftvert írok. Mondjuk nem streamben, de... Ja. Kíváncsi vagyok, hogy írhatnám ezt streambe. Azt hiszem a napok, jövő héten a főnökömmel beszélek egy kicsit. Igen, a sleeper meg lehet, hogy a szénmonoxid mérgezés. Bár inkább széndioxid, mert a szénmonoxid az nem sleeper. Az fájdalmas. Jó, hát akkor én itt meg is állok, mára. Alapvetően még nincs túl későn, viszont elköszönök, mert hát vége lett a játéknak, másban most nem kezdenék bele. Alapvetően tényleg tetszett a játék, nagyon jó hangulat volt, igazából szép is, tehát jól néz ki. Úgyhogy köszönöm, hogy bekértétek, és köszönöm, hogy velem még néztétek. Tényleg tetszett, nekem nagyon bejött, szuper volt szerintem. Hát igen, Shedit Adri lehet, hogy lesz, hát nem konkrétan FSL, de... Na mindegy, majd kitalálom, meg nyilván a főnökömmel beszélek előtte, mert igaz, open source szoftver, de na mindegy. Oké, szóval a lényeg, hogy a menetrendet látjátok, viszont így a menetrend egy picit változott, mert ugye hétfőre terveztem ezt, úgyhogy most nem tudom pontosan, hogy mi lesz hétfőn. Figyeljétek a Discordot, majd írok, valami tuti, hogy lesz. Az a baj, hogy kedden jelenik meg ugye a Plague Tale Requiem, és hát olyan nagy volumenű játékba hétfőn már nem tudnék belekezdeni, de na mindegy, meglátjuk. Hát figyelj, Nevermind, amúgy ez is igaz, hogyha este írom, tehát ha este még itt programozok, akkor igazából mindenki jól jár, ha belegondoltok. Na mindegy, a lényeg, hogy a menetrendet látjátok, hétfőn biztos, hogy nem a The Vanishing of Ethan Carter lesz, ugyanis ezt most befejeztük, valami lesz, a többi meg, hát nem azt mondom, hogy szentírás, de nagyjából helyén van. Plague 1 volt-e már? Nem. Nem volt. Én azt végigjátszottam, de nem streambe, mert ugye akkor még nem volt capture cardom, és valószínű... Ja igen, nem volt capture cardom, és PS ringjem volt. Mármint, hogy a PlayStation Plus-szal. És azért játszottam végig. De a kettő az már megvan, már előrendeltem, úgyhogy már csak meg kell várni, hogy megjelenjen, és már pörgetjük is. Úgyhogy az PC-re megvan, illetve egy másik hír, hogy utóbb van, ha minden igaz, a capture card is, szóval hát fél lábon addig még ne álljunk, mire ide ér, de utóbb van. Vagy hamarosan utol lesz. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm, hogy bekértétek ezt a játékot, és hogy velem együtt végignéztétek. Én ma elköszönök, legyen további kellemes estétek, további kellemes hétvégétek, találkozunk hétfőn. Sziasztok!